Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez itt a Hogyan tovább egy műsor arról, hogy miképp fog megváltozni az életünk, miután véget ér a koronavírus okozta válság. Mint eddig megszokhatták, minden részben egy-egy adott terület meghatározó képviselőjét kérdeztem arról a bizonyos szegmensről. Most egy picit tágabb spektrumban vagy dimenzióban próbálunk meg kérdezősködni, hisz szó lesz a reklámiparról, a filmiparról, a mozik jövőjéről, a zeneiparban rejlő lehetőségekről, egyáltalán a kreatív iparban zajló változásokról. Egy olyan ember fog mindezekre reményeink szerint érdemdúsan válaszolni, aki mindezekhez ért, és mindenről nagyon sokrétű véleménye is van. Az élet egyéb dolgai szóba jönnek, Keszti Péterrel ő következik. Kovács András Péter Életet filmjegy című önálló estjében megütötte a fülem az egyik mondat, amikor a nagymamáját idézi, és az ő hangján azt kérdezi, hogy tudjátok, mi kellene nektek? Egy jó kis világháború, mondja képletesen persze. De hogy mi nem értékeltük eléggé azt, hogy mennyire békés és mennyire nyugodt volt a mi életünk. Szerinted rászolgáltunk mi most arra, ami most van? Hát én személyesen nem. De egyébként arra gondolsz, hogy mint emberek vagy az emberiség, igen, akkor hát most könnyű lenne beidézni azt, ami így bölcsességként így körbment az interneten, azt hiszem, egy hazánkban élő orvosnak a gondolatai szóltak úgy, hogy megérdemeltük, hogy noha mindenünk van, de olyan betegséget kapunk, amit tulajdonképpen távol tart minket egymástól. Tehát, hogy ezt így el lehet mondani valóban, hogy sok mindent követett el az emberiség a saját élőhelye a bolygó ellen, ezért talán nem felesleges elgondolkodni azon, hogy amikor egy ilyen pandémia elszabadul, akkor tényleg érdemes végiggondolni azt, hogy ha már volt 2 hónap gondolkodási időnk a karanténban, akkor szabad-e tovább így élni, mint ahogy eddig éltünk. És ilyen értelemben, ha a világháborút köszönöm szépen, de azt nem is szeretnék sem magamnak, se a gyerekeimnek, de ez a járvány, ami tulajdonképpen nálunk egy, a mi családunkban legalábbis egy ilyen kényszer szülte szabadságot hozott sok mindenben, ez szerintem mindenképpen arra jó, hogy felülvizsgáljuk azt, hogy vajon az életformánk, a szokásaink, a fogyasztásunk, a természeti kincsekhez való hozzáállásunk, és itt tovább, az vajon nem az utolsó pillanat-e, hogy mindezt befejezzük, hogy ezen változtassunk. Én szerintem nem tudom megítélni, ehhez nem vagyok elég képzett szakember, de valami nagyon, nagyon félelmetesnek és nagyon száraznak az eljövetelét látom, ami egyáltalán nem olyan, mint amilyen a nagyon szépen felpimpelt filmekben szokott lenni. Tehát mindig azt mondtam, hogy a világvége az sokféle világvége van, ugye az is egy világvége, amikor az emberek a személyes világvégéje van, erről szól többek között a Noé című dalunk is, de van olyan világvége forgatókönyv, amiben szinte már benne vagyunk, ez a film már ilyen értelemben forog, mégpedig az, hogy a klímaváltozás és ez a globális felmelegedés, ez szerintem nagyon is létező forgatókönyv arra, hogy mondjuk az emberiség nevű faj az komoly, komoly bajba kerüljön, és hogy nagyon nagyon rossz belegondolni abban, hogy a saját lányaimnak, vagy az unokáimnak majd, ha lesznek ilyen utódaim, akkor nekik már egy sokkal nehezebb élet adatik csak meg, sokféle szempontból, mint amilyen mondjuk az én generációnak, amelyik viszont pacsát itt csüdik, ugye minden jó van. Azt szoktuk mondani ugye a családban, hogy a 20. század vége, 21. század eleje, az totálisan a hedonizmus jegyében telik. Tehát tulajdonképpen minden a maximális igény kielégítésről szól, az élvezetekről szól, mindenből többet, nagyobbat, bátrabbat, színesebbet és egyebet szeretnénk állandóan mi emberek, mert hozzászoktunk ahhoz, hogy ez létezik. Ráadásul a technológiák ugye mindezt egyre inkább bátorítják. Pont ezért kérdezem, és szerintem ez nagyon érdekes felvetés, hogy egy reklámszakember, ha van baja a túlfogyasztással, akkor tulajdonképpen ő ezután is a túlfogyasztásra kell, hogy sarkalja az embereket, nem? Ez relatív, mert én azt gondolom, hogy ha felnőttnek tekintem egy társadalom tagjait, és ezért kénytelen vagyok ugye sokszor itt tenni, akkor azon túl, hogy fogyasztásra bír rá, vagy sarkal téged egy reklám, azon túl szerintem nem feltétlenül kellenek túlfogyasztásnak lenni. Ha van több márka, amik közül választhatsz, akkor válaszd azt, amit én ajánlom, de ne válaszd agyatlan. Egyébként annyira jó helyen kapargatsz, hogy a minap én szóvá tettem, nem mondhatom meg pontosan kinek, de egy kereskedelmi
médium egyik vezetőjének szóvá tettem, hogy nem akartok kirakni a reklámblokk végén esetleg egy olyan saját házi gyártású spotot, hogy figyelj, csak annyit vásárolj, amire tényleg szükséged van. Persze megmosolygott, mert azt mondta, hogy érti a filantróp közelítést, amivel jövök, de hogy azt mondja, pont náluk most éppen nem annyira aktuális, csak közben tudod, valahogy ilyen apró dolgokból kéne, hogy összeálljon mindaz, amit hát cselekvésnek nevezünk, ami már az ellen hat, amit saját magunk teremtünk Czóreszként, mert valóban én se értek egyébként a túlfogyasztással, és próbálom a saját ismerősökörömmel, vagy a családomban ezt egyébként nagyon tempósan írtani. Fabricius Gáborral olvastam egy interjút, aki 30-50%-os visszaesést prognosztizált, már ami a reklámpiacot illeti. Te ezzel egyetértesz? Megfeleződhet ennek a költsége? Már minek a költsége? A reklámköltség. Bármi, amit költenek Magyarországon reklám címén, ha jól értelmeztem az interjút, 30-50%-kal ez a büdzsé, ez csökkenhet. Jó, de elköltenek most a járvány hatására. Az 50% az talán soknak tűnik nekem, de biztos, hogy releváns, tehát nagyon, nagyon jól látható, szabad szemmel jól látható csökkenés, az várható. Ebből én mit fogok észrevenni fogyasztóként, nézőként? Vásárlóként? Hát egy kicsit kevesebb reklámot látsz a televízióban, bár ez sem feltétlenül van így. Azért, mert bizonyos iparágak, vagy kereskedelmi, nem tudom én, dimenziók azokkal van csökkenni fognak, mások meg egyáltalán nem, vagy akár még emelkedni is fognak. Még a járványnak is vannak nyertesei, már ipari vagy kereskedelmi szinten. Ki lehet a nyertes ennek? Szerintem bizonyos értelemben az összes, minden, ami digitál, minden, ami online értékesítést jelent, az mind nyertese tud lenni. Nyilván közhely volt, hogy a házhozszállítás része a különböző bizniszeknek az megemelkedett. Én azt gondolom, hogy a gyógyszerekben sem feltétlenül kellett, hogy visszaesés legyen a fogyasztás tekintve. Szóval ez nem ennyire egyértelmű, de azt gondolom, hogy azt én is látom nyilvánvalóan a saját cégünkben is, hogy van, meg lesz várható is visszaesés. De hát egyszer ezen már túlestünk. Tehát 2008-ban ezt a kokit már egyszer elszenvedte a reklámszakma elég jelentősen, és azt kell mondjam, hogy talán furán hangzik a számból, de nem ez a legnagyobb probléma szerintem a gazdaságban, most a reklámszakmában mi történik. Te például az offline reklámokkal úgy, ahogy van, leszámolnál a következő években? Fogunk mi látni, máshogy kérdezem, óriás plakátokat, szórólapokkal mi fogunk találkozni? Politikai kampányokkal? Igen, sajnos mindennel fogsz találkozni, amivel eddig is találkoztál, még ha csökken is majd a mennyisége, a részaránya az összhirdetésen belül, de a köztéri, mondjuk neked médiumok, azok biztos, hogy megmaradnak, mert bizonyos dolgokban még mindig hatékonyak, és akkor most nem mennék bele a média és a politika összefüggésébe, hogy koncentrálódnak bizonyos média típusok, de erről szintén sokan tudnánk beszélgetni, viszont azt gondolom, hogy ezzel együtt, hogy ha végignézed azt, hogy mondjuk egy átlagnap milyen típusú emberek járnak be mondjuk egy hipermarketbe vásárolni. Persze mondhatjuk azt, hogy potenciálisan már lassan mindenkit elérsz online, de azért gyakorlatilag nem így van, és egyébként is azt gondolom, hogy van egyfajta, ez még a tartalmakra vonatkoztatva is igaz, van egyfajta visszafejlődés is szerintem, nívóban is, a magyar reklám egészét tekintve is ahhoz képest, hogy az ember gondolna, de az biztos, hogy minden, ami digitál, az növekedni fog, a többi az pedig lassan-lassan majd halványodik, de még nagyon sokáig szerintem nem fognak elmúlni. És egy csomó olyan médium, én is egyébként szórólapok nélküli világot nagyon el tudnék képzelni, és nyilván a nyomtatott médiumok is nagyon megsínlik ezt a mostani válságot. Szóval lassan fog ez csak változni, szerintem, bár jobb lenne, ha gyorsabban változna. Bizonyos jelek utalnak arra, hogy azért valahol gyorsan is változik. Láttam egy, vagy olvastam pontosabban egy hajmeresztő hírt, miszerint már egy divat bemutatót online oldottak meg, és mind a nagykereskedők, mind a kiskereskedők végignézve a prezentációt, 3 percen belül meg tudták adni a rendelést. A jövő az ez, tehát 5-10 éven belül minden, ami megoldható az online térben, az át fog kerülni oda? Szerintem igen. Szerintem igen, és egyébként ez szerintem jó is, hogy így van. Bár nyilvánvalóan nem ide sorolom a színházi előadásokat, az élőzenei koncerteket, de egyébként még a labdarúgó meccseket sem. Tehát én azt gondolom, hogy minden, ami virtuálisan elég
hogy mondjam, információt ad ahhoz, hogy megold, mint munka, ahhoz ez tökéletesen jó. Én egyébként sokkal jobban hiszek most már abban, amit én is rendszeresen csinálok itthon, hogy most például ugye a Zoom-on beszélgetünk, az összes meetingemet hasonló módon futtattam végig, és nem volt semmilyen hiányérzetem egyébként. Jaj, de kár, hogy ne ülünk egy szobába, meg nem mentek ki 20 percenként kávézni, meg cigizni. Szóval van benne egy hatékonyság, ugyanakkor viszont minden, ami közösségi együttlétet igényel, azért, hogy élményszerűvé váljon, az viszont nem fog soha fölköltözni igazán digitális térbe, ebben egészen biztos vagyok. Ez ugyanaz, mint hogy nem tudok Skype-on megenni egy jó bécsi szeletet. Azt nem tudok. Azt nem tudok, és nem is akarok nyilvánvalóan. Ugyanígy azt gondolom, hogy egy élő koncertnek, egy színházi előadásnak, de még mondjam, hogy foci meccsnek is, az a lényeg, hogy ott egy őrületes közösségi élmény születik meg, ráadásul egy nagy energiacsere van. És az előadásnak, nevezd annak akár a labdarúgó meccset is, annak a közönség ugyanolyan része. Nem véletlen van az, hogy tök máshogy játszanak hazai pályán csapatok, mint egy kvázi az ellenfél pályán. Tehát magyarul mindig azt szoktam mondani, hogy olyan az egész, egy koncert is, meg tulajdonképpen tényleg egy foci meccs is, mint amikor a görög kórusok az antik drámában megszólalnak. Anélkül nincs dráma. Ha nincs dráma, nincsenek érzelmek, nincs olyan közösségi élmény, ami miatt oda elmentél. Arról nem is beszélve, hogy ifjabb generációk nagyon szeretnek ugye együtt találkozni, jó sokan, és ha lehet, akkor jó hangosan szóljon a zene. Fia, mindenképpen legyen a többi egy hangulatfokozókról nem is beszélve. Szóval én azt gondolom, hogy ezeket nem fogja kiváltani a digitális kapcsolatteremtés semmilyen technológiai lehetősége. Tehát ilyen VR szemüvegen keresztül végignézett koncerteknek te nem jósolsz nagy jövőt. Nem. Nem, mint hogy most is, hogyha belenézel egy-egy ilyen otthon magányosan pengető sztárnak a produkciójába, hát tök jó, hogy egyszer, illetve akkor se. Nagyon-nagyon voltak ezek jók. Nagyon-nagyon kevés jót láttam ebből, és hiányzik belőle az együttlétnek a varázsa. Ez a lényeg. Magyarul azt mondod, hogy azok a karanténdalok, amelyek úgy születtek, hogy egymástól nem tudom hány kilométerre ülő zenészek végül is összehoztak egy értékelhető dalt, ez is csak erre az időszakra szólt? Tehát a zenegyártás, mint olyan, ez a modell, ez sem fog folytatódni, amit most megszokhattunk az elmúlt hetekben? De biztos, hogy fog folytatódni, mert a Facebook kijön egy olyan alkalmazással, hogy meghirdeted a koncertedet, és akkor csak az jöhet be az élő streambe, aki befizetett. Lesz ilyen. Most olvastam róla nemrég. Biztos, hogy lesz ilyen, tök jó, aki akar járni egy koncertre, én azért inkább maradok az offline élményeknél, nem feltétlenül a koronál fogva, hanem egyszerűen azért, mert azt szeretem, ez meg nem érdekel. Tehát tényleg a Foo Fighters énekesét is láttam otthon zenélni, érdekes volt, és ahogy te mondod, aztán mi volt ez, hogy elfogadható, vagy nem is tudom. Igen, értékelhető. Értékelhető, de hát attól függ, hányas tartsz az értékelésnél erre. És nem is feltétlenül a zenésznek, mert a zenész ugyanúgy jól játszik, csak nincs meg az a pillanat, az a hangulat. Hát ez, figyelj, azért tudod, a szerelembe esni is igazából élőben jó, tehát azért azt úgy... A jogdíjakról muszáj egy picit beszélni, mert egyfelől nagyon érdekelne a véleményed, másfelől meg az elmúlt hetekben hát ez uralta azért jó részt a témát. Ugye, aki esetleg lemaradt volna erről, voltak olyan zenészek, akik fölvettek jogdíjak címén bizonyos pénzösszeget, ez majd a kifogástárgyává tette. Lovasi András például az igénylők pártjára állt. Ha az egyik végén van mondjuk Majka, a másik végén van az egyenesnek Lovasi András, akkor Geszti Péter hol helyezkedik el ezen az egyenesen? Kinek volt itt igaza? Én nem így látom ezt. Tehát ez az egyenes, ez nem létezik. Itt egy közös szegénység van. És ráadásul most már egy közös szegénységi bizonyítvány van. Itt az van, hogy nagyon szomorú az, hogy 100-150 ezer forintos összeg miatt egy ilyen ügy kipattan. Egy jó szándékú kezdeményezés, aminek a célja az volt, hogy gyorsan segítsen, akin csak lehet, aki egyébként jogdíjbefizető, annak adott az alapjából az Artisius és az NK közösen. Erre azt gondolom, hogy szomorú, hogy egyébként ismert jó nevű zenészeknek is valóban szüksége lehet egy ekkora összegre. Az is szomorú, hogy a zeneipar háttérembereinek, akik egyébként nem szerzők, nem kapnak ilyen típusú támogatást, de nagyobb szükségük lenne rá, azoknak ilyen típusú segítség nem jut. A legszomorúbb pedig az, hogy ebből egy ilyen, bocsánat, de elég rossz ízű és rosszagú bulvársztori lett. Én azt gondolom, hogy tök őszintén ismerve a Majkát, ő a médiából élő, nagyon jól érti, hogy a Majka
és hogy a média hogyan működik, és remek érzékkel nyúl általában saját személyiségét brendelve, vagy márkázva a különböző témákhoz, és akkor abból csinál magának még nagyobb nézettséget. Ugyanakkor a Lovasinak meg abban azért igaza volt, hogy hát pont az, aki a legnagyobb bevételekkel rendelkezik egyébként, nem feltétlenül csak mint zenész, hanem mint celebritás, és nem biztos, hogy az olyan ízléses megszólalni ebben a kérdésben. Tehát én azt gondolom erről, hogy mindenkinek saját személyes felelőssége eldönteni, hogy neki valóban szüksége volt erre a pénzre, vagy nem. És hát tudod, szoruljon bele a cipőjébe, aki nem, de fölvette. Arról azt gondolom, ez nagyon nagy rossz fejség. Volt ilyen szerinted Jócskán, aki egyébként nem szorult rá? Nem láttam a teljes listát, de azt gondolom, el tudom képzelni, hogy volt ilyen. Meg a kis zsigerből. Rögni fogsz, amikor megjelent ez a hír, rögtön láttam, hogy na ez a dolog, ami ezért nem fog hozzányúlni. Tehát, hogy ebben kérhetnék, mert ugye én is az Artisiusnak jelentős bevételeket termelek folyamatosan, de nyilvánvalóan én nem kérek. Vagy ha azt kértem, elmondod, hogy miért nem? Tehát, hogy mi volt, ami azt mondta, hogy na ehhez én nem szeretnék? Egyrészt szoktam azt mondani, hogy én valami hasonló ügykörnyékén megjelenek, akkor abból rögtön az lesz, hogy én leginkább jól tenném, ha fölgyújtanám magamat, de ezen kívül inkább azt gondolom, hogy a józan belátás, hogy erre a pénzre nekem nincs szükségem, miközben kollégáimnak, akár abban a zenekarban, ahol én játszom, ott bizony igenis szüksége lehet erre a pénzre, hiszen én nem csak a zenélésből élek, hanem ugye a reklámbűnözésből, és azok a bevételeim nem apadtak el. Halkan mondom, nekem 30 koncertem marad el ebben az évben, és legalább ennyi előadás, ami ugye inspirációs vagy motivációs előadás. Tehát tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy jaj, de most egy nagyon nagy anyagi kokit mért le nekem a járvány. Valóban nem ért, kétségtelen így van, de ettől függetlenül tudtam, hogy ez nem szabad hozzányúlni, nem illik. Az én státuszomban biztos nem illik, és nem csak azért, mert ennek nem lenne a sajtója, hanem mert de facto nincs rá szükségem, szerencsére. És csak annyit még utoljára, hogy ami az egész ügyből lett, és látod azt, hogy mi is erről beszélünk, az egy szomorú dolog, meg megint olyan egy kicsit, mint ezek a nagyon, nagyon ronda zaklatási ügyek. Ugye ez olyan, mintha ezek a művészek, ezekkel mindig valami baj lenne, ezek mindig ott gyepálják egymást, csajoznak, fogdosák nőket, még azt a zsíros kenyére valót is el akarják vinni. Kérdezem én, hány olyan állami juttatás van Magyarországon, amit olyan emberek vesznek föl, akik nagy valószínűséggel nem érdemlik azt meg, vagy pedig megengedhetnék magukat, hogy ne közpénzekből keressenek juttatást maguknak, vagy vegyenek föl egyébként hivatalosan indokolható juttatásokat, és mégse teszik. Valószínűleg rengeteg ilyen van. Ezekről meg nincs szó, csak erről a nyomorult pénzről a pár száz zenész esetében. Szóval magyar az optikája nem jó ennek a sztorinak. Ugyanakkor ez talán lehetőséget ad arra, hogy a jogdíj problémákat orvosolják. Például ott a YouTube. Tudomásom szerint nem fizet különösképpen annak, akinek adott esetben 30-40 milliószor is meghallgatták a számát. Szerinted ez az egész katyvasz, vagy ez a fajta trauma, ami most mi átmegyünk, hozhat valami fajta tisztulást, hogy a normalitás felé vezető rendszer szintű átalakítást? Hát attól függ, mit jelent a normalitás? Hogy az, aki ír egy számot, és azt nagyon sokan meghallgatják, mondjuk 30-40 millióan, de lehet, hogy 2 millióan, azért kapjon pénzt. Érdeme szerint. Én ezzel mélyen egyetértek, én magam rettenetesen sok pénzt nem kaptam meg az elmúlt 20 évben, amiatt, hogy a digitális világ kvázi megszüntette a hangkordozókat, utána pedig ugye valóban nagyon kevés bevételt pattint le a hirdetések után, amiket mondjuk az én videóim elé elhelyez. Én nem vagyok egy nagy YouTube bevételből élő szerző vagy előadó egyáltalán, tehát az én célcsoportjaim jóval kevésbé használják a közösségi média felületeket, lásd Facebook és YouTube, mint mondjuk a fiatal zenekaroknál, amelyek esetében azért láthatjuk, hogy komoly kattintási számok is megjelennek, amelyek mögött már egy elég nagy költésnek, vagy hát jogdíjbevételnek kéne lenni, bár ezeket nem feltétlenül jogdíjnak hívnám, hanem ezek reklámbevételek. És ha reklámbevételeket kéne, hogy megossza a szolgáltató azokkal, akiknek a tartalmait elérhetővé tette. Nézd, az biztos, hogy azzal, hogy nem lesznek koncertek, azzal minden más, akár filléres bevétel műfaja felértékelődik. Ez kétségtelenül így van, de akkor visszakérdezek, hogy is van az, hogy mondjuk van egy kulturális paradigma, ami arról szól Magyarországon, hogy támogassunk mindent, ami nemzeti. Ugye? Ehhez képest, hogyha meghallgatod a kereskedelmi rádiók műsorait, ott azért ez, mint hogyha nem jelenne meg, főleg az országos rádiókban, bődületes mennyiségű külföldi zenét, és nagyon elenyésző mennyiségű magyar zenét játsz.
tartana. Nem csodálkoznék rajta, hogyha lenne most pár zenész, aki összeállna, és azt mondaná, hogy nem kéne inkább ezen változtatni, egy kicsit a médiatörvényen kapirgálni, hogy tessék már minket ezen keresztül segíteni, nem kérünk támogatást, nem kérünk kegyadományt, játsszátok inkább a magyar dalokat. Én pontosan tudom, több rádiós zenei szerkesztővel beszélgettem az elmúlt években, hiszen az én dalaimat is nagyon ritkán játsszák egyébként, amúgy ennek másokkal is vannak, de lényeg az, hogy ők meg vannak róla győződve, hogy a hallgatókat kizárólag a külföldi pop slágerek érdeklik, és van egy olyan szemlélet, ami arról szól, hogy a magyar popzene nagyon elmaradt a nyugat-európai vagy amerikai popzenétől. Tehát ezt nekem konkrétan jelen pillanatban is hivatalban lévő zenei főszerkesztő mondta. Ha ez a szemlélet, akkor itt nem fog tudni javulni igazából a bevételi oldala a magyar zenészeknek. De visszatérve a YouTube-ra, amit mondasz, lehet, hogy ez is efele mutat, amit mondasz, és általában véve is lassan szerintem mindaz, amit az elmúlt 15-20 év nem termelt meg, azért ez lassan helyre fog állni. Tehát annyira megváltoztak a zenefogyasztási szokások, annyira egyértelműen látszanak a trendek benne, hogy muszáj benne jogilag is rendet rakni, azért egy csomó szervezet küzd ezért egyébként. Áttérve a filmre, reméljük egyébként, hogy így lesz. Szerintem ez közös érdek mindenkinek, hogy az előadás legyen rend. Az utóbbi időszakban is már lehetett olyat olvasni a válság előtt, hogy nagyon sokan inkább sorozatot néznek a mozi helyett, és a streaming szolgáltatás lett mindinkább, ami preferencia volt. Szerinted ilyen értelemben ez a válság, ami most keresztül mentünk vagy megyünk, úgy, ahogy van, bevégezteti ezt a folyamatot? Te most a mozi haláláról beszélsz gyakorlatilag? Tulajdonképpen igen. Christopher Nolan, szabad ne feled, a Washington Postban azt mondta, hogy rendkívül szenvedélyes hangú levelet írt, ugye a Batman filmek rendezője, és azt mondta, hogy nagyon nagy bajba kerülhetnek az amerikai mozik. És azért ez egy nagy név, szóval úgy érzem, hogy komoly lehet a baj. Igen, ráadásul úgy tudom, az ő egyik új filmével akarják visszacsábítani az amerikai nézőket egyébként. Hát nézd, benne van a pakliban, hogy térdre ereszkedik ez az iparág, bár azt tudni kell, hogy Amerikában nem is tudom hány, 4500, 6000, vagy nem is tudom hány ezer mozi van, mozi terem van. És ugye ilyenkor bízni lehet abban, hogy egy ekkora iparágnak a, hogy mondjam neked, a lobbistái és a jelenléti ereje azért az mindent el fog követni azért, hogy ez ne történjen meg. Tehát én kíváncsian várom ennek a folyamatnak a végét. Én magam nem örülnék, én nagyon szeretek moziba járni egyébként. Annak ellenére, hogy utálom, amikor mellettem sajtos chipset esznek halapenyő paprikával, mert azt nem lehet kibírni, se a hangját, ahogy eszik, se az illatát, hogyha nálad nincs ilyen. Szóval a lényeg az, hogy én szeretem a mozit, mert abban is én már kevésbé találom meg ezt a közösségi élményt, azt nem keresem benne, hogy másokkal együtt filmet nézek, de azt, hogy nagy vászon legyen előttem, nagy mozi élmény legyen, rendes 5 pont akárhányos hanggal, azt viszont szeretem. De én azon ritkább, nem tudom én, egyedek közé tartozom, akik a minőségre adnak az emberek. Többség általában tojik a minőségre, de főleg Magyarországon, ami tulajdonképpen eleve egy torrent nemzetnek számít, én nem is tudom, miért nem azon az ászlónkodna egy ilyen torrent logó. Szóval, hogy nálunk, ha lehet, mindent ingyen akarnak az emberek, nem barhassza van. Nem érdekli őket, nagyon sajnos. Tisztelet a kivételnek természetesen. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez nem így lesz, de könnyen előfordulhat, mint azt is láthatod, hogy mekkora harc volt, hogy az Oscaron és egyéb díjazási ceremóniákon, vajon mikor kezdik el számba venni és figyelembe venni ugye a Netflix tartalmakat, vagy a többi tartalmat. Az ember azt nézi, hogy a Disney felvásárlásaim elmennek, akkor bizony valószínűleg az van, hogy lehet, hogy a mozik felét be fogják csukni. Nem lehet. Valószínűleg tartom, hogy maradjunk abban, hogy benne van ez a pakliban. Azért is elgondolkodható, hogy a Trollok a világ körül című, csak puskázom, című filmet már a neten mutatták be. Megnéztem a költségvetését, ez 90 millió dollár. Azért azt szerintem egy elég nagy pénz. Az komoly mozi. Az egy komoly mozi. Lehet, hogy ez egy egészen újfajta paradigmát, tehát ez egy paradigmaváltás lesz? Azért egy ekkora költségvetésű mozit a neten bemutatni, az azt gondolom, hogy határkő. De én nem értek hozzá, csak így külső szemlélőként mondom. Fia, értenék hozzá, akkor én ülnék a nem tudom, a 20th Century Fox, vagy nem tudom, vagy a Sony, vagy nem tudom, melyik Disney elnöki székében. Szerintem egyébként benne van simán ez a lehetőség. Simán benne van. Mint hogy mondom, hogy a Facebooknál is ugye jön ez a bekapcsolhatod azt a funkciót, hogy ha koncertet akarsz tartani pénzért, jegyért, jegyet árulsz rá a saját koncertedre, hogy ott is megnézhessék, akkor miért nem lehetne ezt is így elképzelni. Szerintem simán benne van. Ilyen értelemben, őszintén, szerintem egyébként tök mindegy, hogy hol nézik meg. Komolyan. Tehát, hogy ez ugyanaz, mint ha most kiderült, hogy
a járvány alatti home office-ozás tulajdonképpen bebizonyította azt, hogy nem biztos, hogy kell az az iroda, amit eddig működtettünk a cégünk számára. Itt ugyanez van, hogy nem az eszköz és nem a helyszín a lényeg tulajdonképpen, hanem a tartalom. És a tartalomnak a megosztási formája, vagy a formátum maga, ahogy megnézem mondjuk egy filmet, az sokféle lehet, és persze majd nagyon sokat fognak ezen vitatkozni, nagyon hozzáértő szakértők, hogy miért jobb a mozi, meg miért jobb ez az. Nem, engem nem nagyon érdekel ez a része. Én örülnék, ha megmaradna a mozi. Az szerintem egy jó program, hogy az ember elmegy egy nagy moziba, előtte esetleg még kicsit bevásárol, elintézi dolgokat, és utána beül megnézni egy filmet. De ha nem így lesz, akkor nem ezért nem feltétlenül ejtenék könnye. Az más kérdés, hogy nehéz minden letöltés mellé mondjuk egy nagy méretű képernyőt adni, hogy jó minőségben nézzék az emberek, pedig szerintem az jó lenne. Azt mondod, fontos a tartalom, ez nyilvánvaló, de szerintem az ötlet is fontos. És egy ilyen válsághelyzet szerintem meg tud változtatni iparágakat is, ha jó az ötlet. Viszont szerinted egy átlagember is nagyon érdekelne a véleményed, amikor egzisztenciális félelemmel kell hozzá küzdjön, és most azzal szembesült az elmúlt hetekben, akkor te kisebb vagy nagyobb esélyt látsz arra, hogy egy átlagember esetén egy ilyen pánikhelyzetben jön-e vajon a nagy ötlet? Hogy ez inspirálja az embereket? Én azt gondolom, én azt gondolom, hogy hát szükség törvény van. Én azt gondolom, hogy ha visszanézünk az emberiség történetére, nagyon sokszor láttuk azt, hogy egyszerűen bizonyos helyzetek szülnek meg új megoldásokat. Én abban bízom egyébként, az utolsó halvány reményként, hogy ahogy fel fog gyorsulni például a klímaváltozás, úgy lesz egyre gyorsabb az emberi reakció is erre, és úgy jönnek elő újabb és újabb technológiák. És én szerintem itt is így lesz. Egyébként ugye az antropológusok is mindig azt mondták, hogy az marad életben, aki jobban tud alkalmazkodni. Ezt az alkalmazkodást a technológia szintjén egyébként simán el fogja végezni az emberiség szerintem. És ha megnézed azt, hogy eddig kényszerítő tényező nélkül mit művelt az info és digitál technológiai világ, hogy micsoda elképesztő sztorik vannak, az döbbenet. Egyébként mi is ugye soha azelőtt nem csináltál volna velem egy interjút, hanem behívtál volna valami stúdióba, és ehelyett itt is ugyanolyan jól tudunk beszélgetni egymással. Elkezdtük birtokba venni azokat a technológiákat, amiket már 10 éve pusol nekünk az összes ilyen ágazat. Ugye a Magyarországon ugye, nem tudom, a Telekomtól kezdve sok mindenki más, hogy a Google, a Facebook és a többiek ugye már régóta olyan technológiákat bombázzák a piacot, amit a piac úgy tudomásul vett, de nem robbantak rá feltétlenül mindenben milliárdok rá. Na most rárobbantak. És ugyanígy azt gondolom, hogy ezekből a rárobbanásokból, ezekből a nagy közös tapasztalatszerzésekből új inspirációk és új gondolatok fognak születni. Hát figyelj, voltak új cégek, akik ezzel a járvány alatt jöttek létre, kiszállítani dolgokat, mert szerintem biztos, hogy lesz ilyen. Biztos, hogy lesz. Ha már azt említed, hogy mi ilyen körülmények közben beszélgetünk, nekem állandó visszatérő mániám, hogy van-e még igény az interneten arra, hogy én 40 percig okos emberekkel beszélgessek, mert hogy valahogy úgy fölgyorsult minden. Arra van igény, hogy nagyon gyors videók, nagyon gyors élmények érjék az embereket. Szerinted, ha mi 10 év múlva beszélgetünk így, hosszan, komolyan vélelmezem, hogy mélyen, ezt meg fogja még nézni élő ember 40 perc formájában? Meg a te követőid, meg az enyém meg biztosan megnézik. Egyrészt, másrészt meg azt a példát szoktam mondani, hogy hiába ment ki a vitorláshajó, mint kereskedelmi szállítóeszköz a divatból, amikor megjelent a gőzhajó, aztán különböző más motoros hajók. Ugye mai napig is Földön van több 100 millió vitorláshajó. Kicsik, meg másra használják, ugye? De közben a maga műfaj az létezik tulajdonképpen, csak átalakult. És ugyanígy lesz ezekkel a tartalmakkal is. Azt hiszem 10-15 évvel ezelőtt olvastam először egy cikket, amikor már az internetről nagyon lehetett látni, hogy mekkora hatalom lesz. Ami azt elemezte például, hogy a nyomtatott médiumok egyik menekülési útvonala az pont az, hogy mélyíti a tartalmait. Lehet, hogy nem fogják olyan sokan megvenni, de ha mélyíti a tartalmat és exkluzív dolgokat ad, nagyobb, mélyebb tartalmú összefüggésekben, okfejtésekben gazdag témákat hoz az olvasóinak, azok a médiumok valószínűleg túlélhetik. És szerintem, ha valamikor nagyon kézzelfoghatóan lehet érzékelni azt, amire egyébként előadásokat szoktam tartani, ugye az újratervezés című előadásomra gondolok például, akkor igenis azt lehet látni, hogy most az orrunk előtt terveződik minden újra, és végre mi magunk is kezdünk készségszinten használni olyan kütyüket, amik eddig is ott voltak a gépünkben, csak éppen nem nyújtunk hozzá. Még egy személyes kérdést engedj meg, olvastam veled egy interjút, ahol azt mondtad, hogy neked nagyon tetszik az az életrend, ami most az utóbbi hetekben rátszakadt, hogy kiülsz a kertbe,
hallod, hogy rügyezik a fa, és ezt valamifajta alkotói szabadságként vagy csendként is felfogod. Szerinted ez legitimitás nyerhet Magyarországon egy átlagembernek is akár, hogy elgondolkodjanak azon, hogy időnként pár hetes, akkor nevezzük nevén, alkotói szabadságot adjanak az embereknek, mert egyre másra azt hallom, és egyébként én is azt tapasztalom, hogy ez a fajta lassulás, ez termőre tud fordulni. Igen, de ezzel óvatosan kell bánni. Tehát, hogy nem szeretnék abba a bűnbe esni, hogy én itt most elmondom, hogy jaj, de milyen jó nekem, mert megszáll az ihlet a diófa alatt, és akkor otthon meg valaki, akinek sokkal nehezebb élete van, és olyan szakmája van, amit csak úgy lehet művelni, az ember kimegy az utcára, és folyamatosan érintkezik emberekkel, az meg azt gondolja, hogy tényleg fulladja már bele a geszti a fenyő magba, hogyha lehet minél gyorsabban. Arról van szó inkább, hogy bizonyos típusú szakmák, hivatások esetében, mint amilyen mondjuk az enyém, ugye én két életem van a reklámbűnözés, és van ugye az alkotói, előadói és szerzői munka. Ezeket a munkákat el lehet végezni itthonról. Sőt, az igazság az, hogy a szerzői részt az igazából csak itthon lehet. Tehát azért kaptam őletes nagy löketet most, tényleg megírtam egy fél musicalt, meg megírtam egy fél zenei albumot magamnak, mert ehhez idő kell, elmélyülés kell, nyugalom kell, pont az nem kell, ami a reklámbűnözési életben még nagyon jellemző, hogy rohansz, tárgyalásokra mész, kifaragsz projekteket, találkozol emberekkel, nem tudom én, na ez nincs. És ettől viszont nagyon klasszul megvastagodott az a fajta érzelmi, hogy nem csak felszín, amit pont az időnyereség hozott nekem. És hozzáteszem, hogy az emberek nagyja azt gondolja, hogy az ember otthon marad, és akkor vakargatja magát, meg hallgatja a madárfűtjőt, akkor az nem is munka. De bizony az írói munka az ilyen, és közben az mégis olyan, hogy az ember ugyanúgy reggel mondjuk 8:30-kor beül az íróasztalához, és mit tudom én, délig föl sem áll, mert ír konkrétan. És akkor ebédel, megnézi a gyerekeit, tollasozik egy kicsit, és aztán újra visszaül, és ugyanúgy dolgozik. Tehát a munka fogalma, helyszíne, hogy neked típusa válogatja ezt, hogy ezt lehet-e így felfogni. De nyilvánvalóan, ha buszvezető lennék, vagy nem tudom, ápoló lennék, vagy pizza futár, akkor ezt nem mondhatnám. Nekem ez jutott, vagy ha úgy tetszik, ezt választottam, ezeket a szakmákat, és ezekben most ez új lehetőségeket hozott kétségtelen. Megmondom, hogy nem is nagyon szeretnék visszaállni arra az életformára, amit előtte éltem, és nem is fogok. Tehát ezt megbeszéltem a feleségem, hogy változtatom mindenképpen. Tudsz mondani egy példát, hogy egy átlagember is értse, hogy az akkori munkarended és az akkori Geszti Péter és a mostani között mi a nagy különbség, vagy a legnagyobb? A legnagyobb különbség az, hogy óriási időnyereség az, hogy itthon vagyok, sokkal többet látom a családomat és a gyerekeimet. Az egyik legnagyobb fejtörést most az okozza nekünk, a mai nap is délelőtt ezzel telt el, hogy megtartsuk-e az irodánkat. Illetve most például azon törjük a fejünket, hogy lehet, hogy vagy becsukjuk, vagy pedig keresünk valakit, akivel társbérletbe üzemeltetnék az irodánkat, azért, mert változtatni akarok a munkarendünkön. Tehát kevesebbet akarok bejárni, mert a munka nagy részét el tudom most már tényleg gyakorlati tapasztalat alapján is kiderült, el tudom végezni itthonról. Ezért nem akarok bemenni a városba, hanem megyek a városba, nem használom az utakat, az automat, nem büdösítem a levegőt, stb. Egy csomó klassz előnye is van, és egyébként a másik az, amit mondtam neked az előtt, hogy sokkal hatékonyabban lehet szerintem így dolgozni, mint amikor tényleg együtt vakarózunk órákon át különböző dolgokon, amelyeken nem kéne. Még egyre válaszolj, légy szíves, azt mondtad ugyanebben az interjúban, hogy talán a legnagyobb újratervezés zajlik most a szemünk előtt. Mert hogy dagályos egy kicsit a kérdés, hogy általános, de mi mindent kell újratervezni egy átlagembernek most, ezután, az elmúlt 3 hónap után, amin keresztül ment? Egy kicsit azt, ami a legnehezebb, a szokásaid, a szokásrendszert, amiben él. Átgondolni a kategóriákat, hogy azok vannak, vagy nem is azok a kategóriák kéne, hogy legyenek az életében, mint amik eddig voltak. El lehet gondolkodni tényleg a fogyasztásról is, arról, hogy mire van igazán szükségünk, és mi az, amiben akár tényleg jó lenne valahogy magunkra erőltetni egyfajta visszafogottságot, vagy átgondoltságot. Nekem a legnagyobb tapasztalat és a legnagyobb nyeresség az tényleg az, hogy visszataláltam egy régen valószínűleg csak a fogalmaimban létező családi élethez, amiben ez az nagyon egyszerű matek, hogy több idő jut a szeretteimre, az hihetetlenül jobb minőségű, érzelemdúsabb, szebb életet hoz. És tulajdonképpen mindig arra gondolok, hogy amikor az ember megöregszik és meghal, és visszagondol az életére, nem még olvastam egy
ilyen tanulmányt, amit aztán egy biztosítótársának, a grupának csináltunk, és egy kampányt, ami erre épült. Ugye, ha megkérdezik az embereket az életük végén, akár gazdagok voltak, akár szegények, teljesen mindegy, hogy milyen neműek és milyen vallásúak, milyen származásúak, hogy megkérdezték őket, hogy mi az, amit máshogy csináltak volna. Mindenki ugyanazt mondta, ugyanazt a 4-5 dolgot, többet időt töltött volna barátaival, végig csinálta volna azt, amiben igazán hitt az életében, nem pedig csak a pénzkeresésre koncentrált volna, és több időt töltött volna a szeretteivel. És volt még 3 dolog, mindenki ugyanazt mondta. És ez a kampány, ez a járvány, ez most tulajdonképpen rávilágította arra, hogy ez mennyire így van. És pont ezért én nem szeretném tovább folytatni ugyanúgy, mint eddig. Nyilván fogok dolgokat ugyanúgy művelni és csinálni, de másként, és jobb időbeosztással, hogy az életem végén nehogy véletlenül nekem is ezt kelljen majd válaszolnom valakinek, ha megkérdezi, mondjuk például te. Remélem, nem ezt fogod válaszolni. Úgy tűnik, hogy egyre inkább a felé tartasz, hogy ez nem így lesz. Én nagyon köszönöm, mindig élvezem a veled való beszélgetést. Hát régen azt mondtuk, hogy kösz, hogy főhívtál, ugye most meg azt mondjuk, hogy kösz, hogy meghívtál. Köszönöm szépen, Geszti Péter. Én is köszönöm. Hello.